Önök tudják, hogy mit csinál egy szülésznő a szülésnél, és hogy mi a feladata a dúlának? Ezt fogjuk tisztázni az elkövetkezendő percekben, mert hogy szakértő vendégeim Kelemvölgyi Anikó szülésznő és Túrjörci Ágota dúla. Hát akkor most először is tisztázzuk, hogy mi a különbség szülésznő és dúla között. Én szülésznőként ugye kórházi körülmények között végzem a munkámat. A mi feladatunk ugye a kismamának a fogadása a szülőszobán, felvilágosítása, végigkísérjük a vajódást, az anyuka állapotára természetesen odafigyelünk, és bármi eltérőt mutat, akkor azokban az esetekben ugye mindig jeleznünk kell az orvosunknak. Ezzel szemben egy dúla feladata? Hát a dúlának hasonlóak a feladatai, de ő érzelmi oldalról közelíti meg ezt az egészet, érzelmileg támogatja az anyát, fizikai segítséget ad neki, esetleg masszírozást, lazítást, ilyeneket, de nem a kórház alkalmazottja, nem semmiféle klinikai feladatot nem végez, nem vizsgál. Nincs ebből konfliktus a szülőszobában, amikor már százan vannak bent? Tehát ugye ott az orvos, a szülésznő, a dúla, tehát hogy anyuka azt mondja, hogy egy ilyen teljes csapatot akar felvonultatni a szülésre. Hát mindenkinek más a dolga ott, illetve a szülés vagy a vajudás folyamatában is más-más a dolga. Tehát például a kitolásnál, amikor ugye valójában a baba megszületése történik, ott a dúla plusz egy személy, ott ő háttérbe vonul, és ott átadja a vezető szerepet a szülésznőnek például. Tehát meg vannak határozva a feladatok. Praktikusan működik ez, tehát hogy nem, nincs ez szerintem papíron lepapírozva. Tehát a szülésznő nem kezd el masszírozgatni. Hogyha ott van a dúla, természetesen nem. Ha nincs ott? Hogyha nincs ott, akkor mi is igen masszírozzuk, illetve az alternatív lehetőségeket fölkínáljuk az anyuka számára. Köszönjük szépen az értékes információkat, és reméljük, hogy segítettünk ezzel önöknek is dönteni.